Nagy szeretettel köszöntök mindenkit itt a múzeumban. Ez a harmadik esztendő, hogy nagy héten, húsvét előtt a múzeumban, a múzeum vezetésének és fenntartójának köszönhetően az együttműködő partnerek támogatásával előadás lehet a húsvétról, méghozzá katolikus szemmel természetesen, katolikus hitigasságainkkal, katolikus tanításunknak az ismeretében. Tudjuk, hogy a húsvét önmagában egy nagyon gazdag téma az egész kereszténység számára, és természetesen azon belül a katolicizmus számára is. Ezért úgy gondolom, hogy az idők végeztéig mindig lehet nagy héten, néhány nappal húsvét előtt egy előadás formájában is a húsvétra készülni. Miért tartottam ezt oly fontosnak évekkel ezelőtt és idén is? Azért, mert nem lehet mindent a templomban elmondani. Ott sincs annyi időnk, hogy sokat lehessen meghallgatni előadásban vagy szentbeszédben, ott is vannak korlátaink. Ráadásul a templomi szertartások, liturgia, az önmagában véve Isten tiszteleti cselekmény. Ott a szavak is az Isten tiszteleti cselekménynek az összefüggésébe kell, hogy illeszkedjenek. Templomban, vagy a templom előadások tartására is alkalmas, de talán egy múzeum is, erről három esztendővel ezelőtt tartottam egy eszmefuttatást, hogy mit keres egy pap egy múzeumban, és miért jó az egy múzeumnak, hogyha egy pap előadást tart, vagy miért jó egy papnak, ha egy múzeumban is tarthat előadást, nem csak a templomban beszélhet. Itt másképpen is, más szemszögből és más gondolati összefüggésekben is szólhatunk a húsvétról, de természetesen magától értetődően ennek az előadásnak is a célja az, hogy bennünk a húsvéttal kapcsolatos tudásnak, ismeretnek a bővítésével, elmélyítésével, az örökkévaló Istennel közelebbi kapcsolatra segítsen minket. Tehát nem titkolt, hitéleti, vallásos, jámborsági célja van ennek az előadásnak is, csak más eszközökkel és más hangulatú együttlét keretében. Előre megköszönöm, nehogy elfelejtsem, azoknak, akik az előadás után, reméljük nem lesz hosszú, az előadás után vendéglátással is szerény agapéval készültek, hiszen az előadás utáni szerény agapé iránti köszönetünk lehetővé teszi azt, hogy találkozzunk, beszélgessünk, időt tölthessünk még együtt a húsvétra való felkészülésben. Szoktam mondani, hogy a katolikus egyház egy húsvéti közösség, vagy a keresztény katolikus közösség egy húsvéti közösség. Azt jelenti, hogy közösségben készül és ünnepli a húsvétot. Erre majd egy vagy két diával szeretnék kitérni. Az előadásom címéül a megváltást és a húsvétot választottam. A megváltást, mert erről még nem beszéltem, és azért is, mert talán érdemes róla beszélni. Nagyon találóan fogalmazza meg Sík Sándor, papköltő, azt, hogy az ember és az Isten között ott van Jézus Krisztusnak a keresztje, amelyik egy út az Istenhez, és amelyik a megváltásnak a szimbóluma, de nem csak szimbóluma, hanem tényleges eszköze is. Természetesen az Úr Jézus a kereszten váltotta meg az emberiséget. Amikor megváltásról beszélünk, akkor abban a kereszt áldozat van a középponti helyen. Azt is mondhatjuk, hogy a megváltás nagyon gazdag téma, nem csak a katolicizmusban vagy a kereszténységben, hanem többi vallások is, főképpen a zsidó vallás, a kereszténység, a katolikus vallás után, illetve valamelyest az iszlám is tud arról, hogy van megváltás. És az ember és az Isten között a megváltás teremt egy kapcsolatot, egy harmóniát, majd meglátjuk. A mi megváltással kapcsolatos forrásunk
az a kinyilatkoztatás, amelynek meghatározása az, hogy Isten üzenete, Isten önközlése, Isten tanítása az ember felé, és ennek van egy írásbeli formája is, az isteni kinyilatkoztatásnak egy részét írásba is foglalták, úgy hívjuk, hogy Szent Írás vagy Biblia, és ennek az Ó és Új Szövetségi részét egyaránt alapul véve tudunk a megváltásról beszélni. A megváltást mindjárt két fogalomhoz szeretném hozzá kötni, egy előzményes és egy következményes fogalomhoz. Az előzménye a teremtés, a következménye az üdvösség. A teremtésben, amely a kinyilatkoztatásnak a kezdetén, az írásbeli formájú kinyilatkoztatásnak a kezdetén is hitigasságok formájában megjelenik, az Isten létet ad az embernek és az egész világnak. Az Isten által teremtett ember és világ isteni elgondolásába beleérkezik a bűnnek a kérdése, amely maga után vonja a megváltásnak a szükségszerűségét. És a bűnt követően a megváltás valóságában az ember számára újra lehetővé válik az üdvösség. Mondhatnánk azt, hogyha lehetne az Istenről emberi fogalmak szerint beszélni, hogy az Isten eredetileg is úgy teremtette meg a világot, hogy benne a teremtésből az üdvösség fakadjon, de azáltal, hogy a bűn közbe jött, egy kicsit módosított, létrehozta a megváltást, és újra minden a régi, akár így is leegyszerűsíthetnénk, és nagyot nem tévednénk, de mégis azt kell, hogy mondjuk, hogy maga a teremtés magában foglalja az üdvösséget, és a teremtésben, a gonoszság következtében megjelenő diszharmónia, harmónia hiánya, amelyet leegyszerűsítve a bűnnel, a gonoszsággal tudunk azonosítani, maga után vonta a megváltásnak a megérkezését, következményét, de attól ez még nem ellentétes az Isten terveivel. Úgy is mondhatnánk, hogy Isten örökké valóságának a megváltás is része, egyfajta megnyilvánulása az ember felé. Erre akkor tudunk igazán ráhangolódni, hogyha mélységes, mély hittel elfogadjuk az Isten végtelenségét, hatalmát és erejét, és akkor talán gondolkodhatunk úgy, hogy az ő számára a megváltás is, és az örök üdvösség is az ő végtelen teremtő jóságából fakad. A teremtésről azt kell, hogy tudjuk, hogy mint fogalom a Szentírás magyarázatban, és ebből kifolyólag a katolikus kereszténységben alanyilag csak az Istenre vonatkoztatható. Hétköznapi nyelvben szoktuk használni, hogy valaminek a feltételeit megteremteni, de katolikus keresztény és szentírási összefüggésben a teremtés kifejezés az Istenre vonatkozik. Egy olyan héber ige alak bizonyítja ezt, amelyik szerepel az Ószövetségi Szentírás elején, bará ige alak, és ez egyedüli alanyként az Istenre vonatkoztatható, más alanyt ehhez az igéhez, cselekvő alanyt nem lehet társítani a héber nyelvben. Ez biztosítja azt, hogy ennek az igének kizárólagos cselekvője az Isten lehet. Tehát az Isten az, aki teremt. Amikor a teremtés szót vagy kifejezést szó összetételekben az emberre vonatkoztatjuk, akkor az azt jelenti, hogy az Isten magához emeli, partnerévé teszi a világ teremtésében az embert, és engedi, hogy az ember folytassa a világnak az alakítását. Úgy mondja ezt a héber, vagyis hogy művelje és őrizze az ember a világot, ezt a felhatalmazást adja Isten az embernek, hogy az általa megteremtett világot az ember alakíthassa, művelhesse, és utódainak továbbadni köteles,
használható állapotban, és akkor itt már a Szentírásnak az első lapjain a fenntartható fejlődés, meg a környezetvédelem és a felelős gondolkodásnak az alapjait megtaláljuk, amit a 20. század végén és a 21. század végén a nemzetközi diskurzusban is föltaláltak. Az Isten által megteremtett világban megjelenik titokzatos módon a gonoszság és annak következtében a bűn, ami eredményezi az Isten és az ember közötti kapcsolatnak a megbomlását, a harmóniából a diszharmóniát. És erre az Isten válasza a megváltás. Azért, hogy legyen belőle üdvösség. Mielőtt ezt a latin nyelvű kifejezést mondjuk így, hogy próbálnám értelmezni és megfejteni, hadd fordítsam le magyarra azt a szót, hogy üdvösség. Talán ez sem haszontalan, mert a magyar nyelvben általában az üdvösség kifejezést azt valamilyen olyan szakrális szóként szoktuk ismerni, mert valamit az Isten csinál, és valamit üdvözít, vagy valakit üdvözít. Az üdvösséget leginkább úgy tudjuk megfogalmazni és meghatározni, legegyszerűbben, hogy mindaz a végtelen szeretet, jóság és irgalom, amit az Isten az embernek tartogat, ennek befogadása az ember számára a földi életben lehetségessé válik, és akkor azt mondhatjuk az emberre, hogy ő az üdvösség útját járja, mert elfogadja azt, amit Isten szeretetben és jóságban ad neki, és megtapasztalhatja majd földi pályafutását követően az üdvösségnek a teljességét, amikor Isten végtelen szeretetében, jóságában és irgalmában, az örökké valóságban a föltámadt megdicsőült ember elfoglalhatja helyét az isteni jelenlétben, és ott végtelen időben, végtelen térben a végtelen boldogságnak részesévé válhat. Tehát üdvösség az, ami az Isten szeretetéből, végtelen jóságából és irgalmából fakad. Mindaz, ami az embert ezen a világon a szó pozitív és nemes értékteremtő értelmében boldoggá teszi, és ráadásképpen még az örökké valóság. És így módon az üdvösség elkezdődhet ezen a világon, és az örökké valóságban pedig beteljesedik. A megváltás szónak ez a latin eredetie. A görög az az apolitrózis kifejezés, a latin pedig a redemció kifejezés. Ez a szó, hogy redemció, egy szó összetétel három, pontosabban négy tagból álló szó. Van egy előjáró része, a re, a d az egy kötőhang, az emció kifejezésből az e és az m a szótő igető, és a ptio pedig a főnévképző. És így azt jelenti, hogy újra megvásárolni, visszavásárolni, kiváltani, megvenni, megszerezni, magára vállalni, és még sorolhatnám a latin nyelvben ennek a kifejezésnek széles körű szóösszetétele és használata van. A szó alapja, az EM szó, az MO vagy MRE szó, ami azt jelenti, hogy vásárolni. A vásárlásnál ugye az szokott történni, hogy pénzért valamilyen tárgyat, vagy értéket, vagy szolgáltatást megvásárlunk. Hadd álljak meg egy pillanatra a latin nyelv miatt a rómaiaknál. Egy valakiről biztosan tudok itt Kecelen, aki többet foglalkozott vele, és ezért jobban is ismeri az ókori rómaiaknak a gyakorlatias és rendszer szemléletű gondolkodását, mint én, de azért mernék róla egy pár szót mondani, jó magam is. Redemció. A rómaiak gyakorlatias gondolkodásúak voltak, számukra először nem a pénz játszotta a főszerepet, hanem az értékeknek a cseréje. Idővel alakult ki a rómaiaknál is a
pénzgazdálkodás. Számukra az adásvétel, a vásárlás az mindig értékeknek a cseréjét jelentette. Az értékek cseréje, azonos értékek cseréje, ez nem csak becsületbeli kérdés volt, hogy nem verem át a partneremet, vagy nem károsítom meg, vagy nem csalom meg őt, vagy nem lopom meg őt azzal, hogy többért, kevesebbet adok neki, vagy minőségért silányabbat adok neki, hanem az értékek cseréje a rómaiaknál azt a célt szolgálta, hogy a római többisten hitű világban az értékeknek az elterjedése és harmóniája az ember jólétét, gazdagságát és Istennek tetsző, vagy Isteneknek tetsző életét előmozdítsa. Tehát a rómaiak nem haszonért, hanem Isteneknek tetsző, emberhez méltó életért, mondjuk így, hogy kereskedtek, cseréltek értékeket és árukat. Természetesen nem akarom mondani, hát nagy kereskedő népek voltak a rómaiak is, meg értékfelhalmozók, idővel a pénzgazdálkodás, a pénz egyedül való értékként megjelenése, az jellemzővé vált a rómaiak számára is, de az ősi római vallásosság és erények időszakában a Krisztus előtti évezred első felében egyértelmű volt, hogy az értékek közvetítésével és cseréjével az ember jóléte és Istennek tetsző életét kívánták előmozdítani. Ezért amikor a katolikus egyház is az ószövetségi szentírás, illetve az újszövetségi szentírás héberről, görögről, latin nyelvre történő fordításával foglalkozott, akkor ez a kifejezés azért volt kézenfekvő a megváltás szó összefüggésének, görög eredetiének latinra fordításához, mert ez a szó akkor értékkel bírt, és jelentett valamit, nem pusztán a kereskedést, kalmárkodást, üzérkedést, hanem nemes értelemben vett értékcserét. És ha így tekintünk a megváltás szónak az eredetére, akkor már kezdjük sejteni, hogy a megváltás valójában az Isten és az ember közötti értékeknek az áramlását jelenti, vagy értékeknek a helyreállítását, viszonynak a helyreállítását jelenti. Akkor értjük meg a megváltást igazán, ha azt meg tudjuk belőle ragadni, gondolatban és lélekben, hogy ez az Istenről és az emberről szól. Tehát én rólam is, mi rólunk is, bármelyikünkről. A megváltás, mint kifejezés tartalmából, sokrétű latin és görög tartalmából néhány helyzetet hadd emeljek ki, amelyek nem is biztos, hogy okvetlenül vallásosak, de ennek a fogalomnak, ennek a kifejezésnek a mélyebb megértéséhez biztosan hozzásegítenek bennünket. Rómaiaknál nagyon sokáig élt az adós rabszolgaság intézménye, ha valaki nem tudta fizetni a hitelt, kölcsönt, akkor személyében, testével és munkájával kellett rabszolgaként a hitelezőnek vagy a kölcsönadónak alávetnie magát. Amikor egy adós rabszolga ledolgozta az adósságát, akkor megváltást nyert az adóssága alól. Vagyis tartozott valamivel az adós rabszolga valakinek, és azért helyt kellett állnia. Manapság ennek egy modernebb változata az, amikor például hitelezésben, kölcsön ügyletekben van adós, meg van mellé egy társ adós, vagy egy kezes. Az is nagyon hasonló szituációt eredményez. Valamilyen átadott értékért valaki vagy valakik felelnek. Katolikus egyházban is volt ennek egy lelki megvalósulása, ami ma már protokolláris és kicsit családi területre vagy megítélés alá került át, de a keresztszülő is valójában a megkeresztelendő
személynek egyfajta kötelezettségvállaló társa, felügyelője volt. Kezességet vállalt a keresztszülő azért, hogy hogy a megkeresztelendő személy ténylegesen majd a katolikus kereszténységnek, Krisztusnak, a Szentírásnak, az Egyháznak, az Evangéliumnak az útján fog járni. Személyében kezességet vállalt azért, hogy az illető személy meg fog maradni abban az érték összefüggésben, amire a keresztség által elköteleződött. És kell a szentek közül is két példát hoznom. Az egyik az egy lengyel katolikus ferences szerzetesnek a példája. 1944 nyarán egy koncentrációs táborban, Auschwitzban foglyok szöktek meg, és ezért ugye a tábor vezetői megtizedelésre ítélték, ahány fogoly szökött meg, annyi ember kivégzését, éhhalálra ítélését követelték meg. És kiválasztottak 10 embert, és közülük volt egy 10 gyermekes édesapa is. És a Maximilian Kolbe ferences szerzetes katolikus pap önként jelentkezett a 10 gyermekes édesapa helyébe, hogy ő vállalja az éhhalált, hogy hát ha az édesapa túléli a koncentrációs tábort, és visszatérhet a családjához, és valóban őt is éhhalálra ítélték, és így módon ki is végezték. Hozzá kell tennünk, hogy azon 10 ember közül, akiket éhhalálra ítéltek, ő élt legtovább. Több napon keresztül tudta elviselni az éhhalált, a kegyetlen szenvedést imádkozva természetesen, és a Jóistennek ajánlva önmagát. Hétvégén érsek úr egy ünnepi szentmisén megjegyezte, hogy Maximilian Kolbe nem azért áldozta az életét, hogy a német hatóságoknak meglegyen a létszám, vagy nekik adjon elégtételt, vagy őket kiengesztelje, hanem azért áldozta életét, hogy élet fakadjon belőle. Ő ezt az érték átadást a legmagasabb és az emberhez leginkább méltó módon az önfeláldozással valósította meg. És akkor elérkeztünk odáig, hogy természetesen minden ilyen önfeláldozásnak Jézus Krisztus keresztje a példája. És így a megváltás és a keresztáldozat, ahogyan elmondtam az elején, természetesen nagyon szoros kapcsolatban állnak egymással. Amikor megváltástól beszélünk, akkor mindig tudnunk kell, hogy a keresztáldozat tengelyében határozzuk meg önmagunkat és a megváltáshoz való viszonyunkat. A megváltás a katolikus egyháznak és a Szentírásnak az összefüggésében nem pusztán azt jelenti, hogy Jézus Krisztus az ember bűnéért, vagy a világban lévő bűnért adott egy másik értéket az Istennek, hanem az Isten szeretetéből fakadóan helyreállította a világrendjét. Nem véletlenül mondtam, hogy a rómaiak rendszer szemléletben gondolkodtak, a katolikus egyház is, a teológia, a megváltásnak, az üdvösség történetnek a rendszer szemléletében gondolkodik, és be tudja illeszteni a hitünk igazságait, és a Szentírásban megjelenő tartalmakat, az evangéliumot, törvényeket, parancsokat, hitigasságokat az ember, a világ és az Isten kapcsolatrendszerébe. Tehát amikor Jézus Krisztus megváltó keresztáldozatáról beszélünk, akkor benne van az, hogy az ember bűnéért ő elégtételt adott, de ennél sokkal több, ennél végtelenszer több. El kell mondani legalább egyszer egy évben, húsvét táján, hogy bármekkora is az embernek a bűne, bármekkora is az emberiség bűne, Jézus Krisztus megváltó keresztáldozata sokkal több, sokkal nagyobb, sokszor akkora, végtelenszer akkora. Bármekkora is az ember bűne, Jézus Krisztus megváltó keresztáldozata messze,
meghaladja azt. Vagyis megvalósul a megváltó kereszt áldozatban az, hogy Jézus Krisztus elégtételt ad a bűnökért az Istennek, vagyis jóvá teszi, ledolgozza az ember bűnből fakadó adósságát az Istennél az ember helyett, mint egy kezes, saját magát téve a bűn adós rabszolgájává, a hitelező felé, az Isten felé ezt ledolgozza, de ennél végtelenszer többet tesz. Nem elég, ha egyszerű adok-kapok elégtétel viszonyban értelmezzük a keresztáldozatot, mert akkor nem tudjuk igazán ennek a távlatait, meg a mélységeit a lelkiségünkbe befogadni. De kiinduló pontnak, elindulásnak ezen az úton alkalmas az, hogy az ember bűnéért Jézus Krisztus saját személyében önként áldozatot vállalt, elégtételt adott, kiváltotta, visszaváltotta, visszavásárolta az emberiséget a bűnből, a gonoszságból, az Isten felé való adósságból. Bízom benne, hogy egyszer a bűnnek a természetével, meg a működési mechanizmusaival kapcsolatban is egy húsvét előtt valaki, vagy akár én is előadást tarthat, nagyon messzire vezetne, és nem tudnám a gondolatmenetet végigvinni záros határidőn belül, hogy ne legyen a nagyon hosszú az előadás, de a bűn valamiképpen az Isten meg az ember közötti kapcsolatot tönkreteszi. Attól függően, hogy mekkora, attól függően mennyire. Nem mondhatjuk azt, hogy a bűn megsérti az Istent, vagy fáj az Istennek, mert az Isten végtelen örökké valóságát nem tudja megkarcolni az ember bűne, de nem is fér össze az Istennel. Azért lép az Isten a bűnnel kapcsolatban, mert nem fér össze ő vele. Az Isten nem megsértődik, nem megharagszik, mint az ember, nem megbántódik, hogy hú, ezek az emberek most bűnt követtek el, és ennye-bennye, hanem ő megpróbálja, ő törekszik arra, hogy a bűnt a megváltás segítségével kiszorítsa a világból. Jézus Krisztus keresztáldozata valójában a bűn világon belüli létezését csökkenti, lehetetleníti el, és szabja meg az ítélet napig való jelenlétének a végét. Tehát Isten a megváltással, Jézus Krisztus keresztáldozatával nem bosszút áll, vagy megsértett hiúságát elégíti ki, vagy revansot vesz az ártatlan fián a bűnös ember helyett, hanem az ártatlan fiával szorítatja ki a bűnt a világból, a teremtésből, hogy utána egy bűn nélküli örökké valóság részesévé tegye az embert. Így kell éreznünk és látnunk, mert Jézus Krisztus végtelen értékű keresztáldozata messze több és nagyobb, mint az ember bűne. És amikor Jézus Krisztusra tekint az Isten, akkor ő benne a bűn fölött aratott győzelmet látja, a bűn kiszorítását tapasztalja meg az Isten a világból, ha szabad ővele kapcsolatban ilyen antropomorf módon beszélni. És akkor jöjjön némi, nem én volnék, ha nem kellene játszani a szavakkal, de kell játszani a szavakkal, mert a szavak által értünk meg. A szavak által tudunk magunk számára fogalmakat, megfogalmazásokat nyerni, szavak által rögzülnek bennünk tartalmak, és mi tartalmakra szavakat illesztünk. Amikor ezt a tevékenységet végezzük, akkor a mi emberi intelligenciánk működése történik. Tehát legyen egy viszonyításunk a megváltással kapcsolatban. Mi ez a viszonyítás? A megváltás nem szubjektív, hanem objektív. Ez azt jelenti, hogy az egyes ember nem dönt szabadon a saját megváltásának módozatával kapcsolatban. Vagyis nem úgy van, hogy
én vagyok én, és akkor az Isten valamit szeretne, akkor majd megbeszéljük, hogy jó lesz-e az nekem, vagy nekem az a véleményem erről az egészről, hanem a megváltás az objektív. Ez azt jelenti, hogy Isten kinyilatkoztatta magát Jézus Krisztusban ennek a világnak, ő meghirdette az evangéliumot, fölszállt értünk a keresztfára, és föltámadt a halálból. Ezt húsvétkor ünnepeljük. Az Isten a megváltást így adja az embernek. Tehát ez a megváltásnak az útja. Majd megbeszéljük, hogy ebben hol van az emberi szubjektum jelen, de ez nem vélemény kérdése, hanem az Isten döntésének, Isten végtelenségének a kérdése. Azért van ez így, mert a megváltásnak is az alanya és a kezdeményezője az Isten, nem pedig az ember. Mi önmagunkat nem tudjuk megváltani, nem vagyunk Münchhausen bárók, hogy magunkon önállóan tudjunk segíteni örök sorsunkat illetően, hanem mi az Istenéi vagyunk. A megváltásnak is ő az alanya, a Szent Fia által viszi végbe. Tehát egy objektív. Hogyha az Istenről beszélünk, és valami objektív dolgot állítunk róla, akkor mindjárt azt mondhatjuk, hogy az univerzális is. A latin nyelvben ez azt jelenti, szintén egy kis nyelvészet, az univerzális szót magyarra úgy fordítjuk, hogy két tagú összetétel, az unum és a versor, egy álszenvedő ige, az egy körül forog. Ezt jelenti az univerzális. Magyarra úgy mondjuk, hogy egyetemes. Ez azt jelenti, hogy az univerzális az az Isten, a világ és a teremtés középpontja, és körülötte, ő benne vagyunk, körülötte forgunk, ő hozzá viszonyulunk. Az univerzális tehát azt jelenti, hogy Isten minden emberre kezdeményezőleg a megváltást érvénybe lépteti. És az univerzális szót, ugye amit magyarról, egyetemestről lefordítottuk latinra, most megint nem én volnék, ha nem fordítanánk le görögre, és hogyha lefordítjuk görögre azt a szót, hogy univerzális, akkor a katolikus magyar kiejtés szerint, de az eredeti görög nyelvben a katholon, vagy katholos, vagyis egész szerinti egység. Ugyanaz, mint a nagyon pontosabban a jelentés tartománya nagyon hasonlít az univerzálishoz, a latinhoz, nem véletlen, hogy találóan fordították le latinra, az egész szerinti egység szerinti, ezt jelenti a katolikus, vagyis a megváltás, az egyetemes, univerzális és katolikus, mert az Isten az alanya, a kezdeményezője és a végbevivője Szent Fia által, ugye Jézus Krisztus a második isteni személy. Tehát a viszonyulásunk ehhez egyfajta objektív, egyetemes, univerzális létrendi valósághoz fűződő viszony. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogyha Isten az alanya és a kezdeményezője, és a megvalósítója, és az emberre vonatkozik, akkor is Jézus Krisztus személyéből és az Isten végtelenségéből fakadóan transzcendens is. A transzcendens azt jelenti, hogy átmenni, meghaladni. A transzcendens az a természetesnek a meghaladása a természet fölötti felé. Természetes alatt most nem a kikelet és a természet összefüggésében, hanem az emberi természet, az ember számára természetes, tapasztalható, átfogható világ, valóság, világ mindenség fölötti vagy mögötti, természet fölötti, hogy a transz az az át. Tehát a természetesből az örökké valóba, a természetesből a természet felettibe, a végtelenbe, az Isten világába történő átlépés. A megváltás ugyanis pont azzal, hogy Isten a kezdeményezője, Isten az alanya, és Isten az, aki végbe viszi az ember érdekében, nem csak az evilági valóságban jelenik meg, hanem az örökké valóságban is. A két világot összeköti, evilágot és a más világot, a feljebb valókat. Azt jelenti, hogy a két világ között stabil és járható hidat képez. Úgy is mondhatom,
hogy az üdvösség, ami a célja a megváltásnak is, meg a teremtésnek is, az elkezdődik ezen a világon, mert én járhatok a megváltott embernek az útján, az üdvösség útján, az Isten szeretetének és jóságának az útján, és ezen elérhetek az örökké valóságba, az Istennel való személyes találkozásig. Ezt jelenti a transzcendens. Az ontológia az a lét elméletet jelenti, így tudjuk a Szentírásból a filozófiai fogalmak és következtetések és gondolatmenetek segítségével meghatározni az evilági létünket, halandó, mulandó létünket, és az odaátvalókat, az örökkévalókat. És akkor hol van ebben az embernek a helye? Itt van ebben az embernek a helye, az emberi szubjektivitásnak megvan benne a helye, de nem úgy, hogy az ember megsérült, bűnös, önző, önközpontú szubjektivitása, hanem megváltott szubjektivitása kap benne helyet. Vagyis a megváltás úgy alakítja át az emberi szubjektumot, hogy ebben egy egészen személyes, vallásos és az Istennel való felújított kapcsolata legyen az embernek. És ez az emberi szubjektivitásnak az igazi teljessége és megvalósulása, vagyis az ember beteljesedése. Azt jelenti ez, hogy nem az ember véleménye, gondolatai jutnak érvényre, hanem egy vele kapcsolatos eredeti isteni terv. Szoktam azt a példát idézni, hogy vesz az ember egy elektromos árammal működő technikai eszközt, és hogy valahogy elkezdi használni, de hogyha problémák lépnek föl, akkor azért elővesszük a használati útmutatót, amit a termék gyártója mellékel. Sőt, vannak olyan emberek, akik azzal kezdik, hogy áttekintik a használati útmutatót, és utána veszik csak használatba az eszközt. Elkerülendő a rendeltetés ellenes használat. Kicsit ez az ember szubjektivitása, meg objektivitása is. Mi gondolkodunk magunkról valahogy, annélkül, hogy valójában ismernénk és tudnánk az Isten ránk vonatkozó terveit. Az Istennek vannak ránk vonatkozó tervei, és ő sokkal jobban szeret minket, mint mi magunkat, és sokkal jobban tudja, hogy nekünk mi a jó, mint mi saját magunknak. Ezért az Isten ránk vonatkozó terveinek a beteljesülése az része a megváltásunknak, az üdvösség útján való előrehaladásunknak. És az a feladatunk, hogy szoros Isten kapcsolatban az Istennel ne csak a saját magunkkal kapcsolatos elképzeléseink rabjai legyünk, hanem egyre jobban megismerjük az Isten ránk vonatkozó terveit és elgondolásait is. És így tényleg az üdvösség útján járó megváltott ember bőrében érezhessük magunkat, és ebben az egyetemes összefüggésben az Isten személyes szeretete, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy, ahogyan a népszerű ifjúsági énekkel szoktuk énekelni, az Isten személyesen ismer, személyesen szeret bennünket, és a megváltásban megmutatja az igazi szubjektivitást nekünk a vele való kapcsolatban. Egy nagyon szép szentírási idézettel szeretnék ennek a résznek a végére pontot tenni, és utána egy váratlan fordulatot, még arra még van időm. Így hangzik Szent János evangéliumából, a harmadik fejezetből olvasom, a megváltásnak egy nagyon szép összefüggése. Az Úr Jézus egy Nikodémus nevű zsidó vallási vezetővel, vallási értelmiség tagjával beszélget titkon éjnek idején, és ezt mondja neki. Ahogyan Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának is fölemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ. A megváltásnak, az Isten szeretetéből és irgalmából fakadó megváltásnak az a célja,
hogy az ember üdvözüljön, az Isten jóvá tegye a bűn okozta károkat, és megváltsa az embert. Évfordulója van, ezért szeretném mindenképpen előhozni, és három gondolatot idéztem belőle, hogy ne csak az én szavaimmal szóljak a megváltásról. 45 esztendővel ezelőtt, és 2 héttel ezelőtt, 1979. márciusában Szent II. János Pál pápa az első enciklikáját kibocsátotta. 78. októberében választották meg első János Pál pápa 33 napos szolgálatát követő tragikus hirtelenségű halála után. És a Szent Atya egy szűk fél év múlva előállt ezzel az enciklikával, a Redemptor Hominis, azt jelenti, hogy az emberiség megváltója Jézus Krisztus. Redemptor Hominis. A pápa a megváltó Krisztusnak szentelte az első enciklikáját, és a megváltó Krisztussal való közösségből próbálta meg az ő pápai szolgálatának a programját megvalósítani és megfogalmazni 45 esztendővel ezelőtt. Nagyon tanulságos, nagyon szerteágazó témákat ölel föl: a haladás, a fejlődés, a vallásosság, az evangélium terjedése, téveszmék, háborúk, és így tovább. Minden benne van. A Szent Atya egy nagyon átfogó reflexióval szolgál a világ harmadik évezred előtti utolsó éveire vonatkozóan, és a megváltó Krisztusnak a szemszögéből, a vele való kapcsolatból indul ki. Ugye Szent II. János Pál pápa személye számunkra ezen a településen nagyon fontos, mert egy katolikus köznevelési intézmény viseli az ő nevét, illetőleg akik itt vagyunk, bízvást mondhatom, hogy mindannyiunk életében a leghosszabb pápaságot tudhatja magáénak, hiszen 1978-tól 2005-ig volt Szent Péter utódjának a székében, mindannyiunk életében eddig ő a leghosszabb szolgálatot végbevívő pápa. Három idézettel készültem ebből a nagyon megdöbbentő erejű és tartalmú enciklikából, amelyik a megváltással szoros összefüggést mutat. Szent Atya fölteszi a kérdést, hogy közeledvén a harmadik évezred, a jubileum, merre haladjunk, és így válaszol, és azért is ebben a formában idéztem, mert mindannyian föl tudjuk az ő alakját eleveníteni gondolatban, emlékeinkben, hogy hogyan tudta ezeket a szavakat mondani. Én elolvasom, de nem tudom úgy mondani, ahogy ő, de mindannyian emlékszünk rá, hogy ő hogyan mondta. Ezekre a kérdésekre, testvéreim, fiaim és leányaim, egyetlen alapvető választ kell adnunk. Egész lelkünkkel, értelmünkkel, akaratunkkal és szívünkkel Krisztus, ami megváltunk, felé kell fordulnunk. Krisztus felé, aki az emberiség megváltója. Rá akarunk tekinteni, mert csak ő benne, az Isten fiában van üdvösségünk, és Péterrel együtt mondjuk: Uram, kihez menjünk, az örök élet igéi nálad vannak. Redemptor Hominis enciklika. A Hominis kifejezés a homo ember kifejezésből kétféleképpen fordítható. Úgy is fordítható, hogy az ember megváltója és az emberiség megváltója. És nekünk az előzőekben mondottak alapján mind a két fordításra szükségünk van. Az emberiség egyetemes megváltója Jézus Krisztus, és benne minden egyes ember megváltója is, tehát az enyém is, a miénk is, bármelyikünké. Ő felé kell fordulnunk, azt mondja a Szent Atya. Ugyanerre a kérdésre egy kicsivel később, egy másfél bekezdéssel
később, visszaemlékezve a második vatikáni zsinatra, 1962 és 65 között zajlott második vatikáni zsinatra, a megváltásnak a Jézus Krisztusra tekintő horizontjában megállapítja az egyháznak a helyét. Az egyház önismerete által, amelyet a második vatikáni zsinat annyira elmélyített, ezen az önismeret minden fokán és minden cselekvési formában, amelyben az egyház él, megnyilatkozik és magára eszmél, állandóan arra felé kell törekednünk, aki az egyház feje, aki által és akiért minden van, feléje, aki az út és az igazság, ugyanakkor a föltámadás és az élet is, akit ha látunk, az atyát látjuk, akinek el kellett tőlünk mennie, tudniillik a kereszt halál és a mennybe menetel által, hogy a vigasztaló szent lélek eljöjjön hozzánk, sőt most is szüntelenül jöjjön, áradjon, mint az igazság lelke, ő benne van a bölcsesség és a tudomány minden kincse, és az ő teste az egyház. Az egyháznak tehát küldetése a megváltó Krisztus örökségének a továbbvitele és őrzése, vagyis annak a hívő közösségnek a vezetése és irányítása, amely a megváltott emberiségből az Istenhez kapcsolódik, és amelynek feladata, hogy a megváltás művét az egész világon jelen valóvá tegye, a tanúságtétel, a katolikus, a keresztény tanúságtétel, az Istenbe vetett hitnek a felmutatása által ezen a világon, a világ minden sarkában, és az Isten erre felhatalmazza az egyházat. Harmadik idézet, kicsit később, ez már többekezdéssel, az egyház Krisztusban mint egy szentsége, azaz jele és eszköze az Istennel való bensőséges egyesülésnek és az egész emberi nem egységének, és mindezeknek ő a forrása, ő maga a megváltó. A megváltás tehát azt jelenti, hogy a megváltott közösségnek a tagjaként, az emberiség és az egyház közösségének a tagjaként bensőséges egyesülés nyílik meg az ember számára, és ezért oly fontos, hogy az ember és az egész emberi nem számára, mindannyiunk számára megnyílik a megváltásnak a közössége, és azon keresztül az Istennel való egyesülés és az üdvösség. A megváltásnak tehát ez a tétje és ez a célja, szeretetből indul ki, és e felé, a cél felé tart. Öröktől fogva a végtelen Isten az emberrel való szerető jóságának a közvetítésébe illeszkedik bele a megváltás. És Jézus Krisztusban ez egy egyetemes és örök pillanat, a keresztáldozat és a föltámadás, amely minden ember számára kapcsolódási pontot teremt ezzel, és a kapcsolódási pontot magukénak valló emberek számára egy közösséget is, a megváltottak egyetemes közösségét is jelenti. Ha ővele kezdtük, akkor ővele is fejeznénk be. Talán lehetne ez is egy mottója mondani valómnak, de én inkább azt mondom, hogy legyen ez az esztendő húsvétjának a mottója és mondani valója. Azért kell Jézus Krisztussal húsvétolnunk, nagy csütörtök estétől húsvét vasárnap hajnalig, azért kell vele húsvétolnunk, mert így a személyes viszonyunkban megjelenik a megváltás, így tudjuk magunkat kitenni az Úr Jézus jelenlétének, a vele való bensőséges közösségnek. Mi emberek azon szent cselekmények által, amelyek fölidézik a megváltott közösségben, jelen valóvá teszik a megváltott közösségben a megváltást, Jézus Krisztus személyét, és amelyek a vele való bensőséges egyesülésre lehetőséget, alkalmat, helyszínt és időt, szent helyet és szent időt teremtenek. Most, ha nagyon
egyszerűen le kéne fordítanom egyszeri plébánosként, akkor templomi szertartások kiválóan alkalmasak erre a befogadásra, mert a templomi szertartások lényegük szerint azt idézik föl, amit ahogyan a megváltást Jézus Krisztus végbe vitte, mi értünk. Lehetne még nagyon sokat beszélni, de mindennek van határa, még annak is, hogy a pap beszéljen, úgyhogy megköszönöm mindenkinek a jelenlétet, a türelmet, az együttműködést. Megköszönöm a támogatóinknak, hogy itt lehettünk, és együtt gondolkodhattunk, imádkozhattunk. Ahogyan mondottam, támogatóink jóvoltából egy kis agapénak nézhetünk elébe a terem végében. Egy szentképet fogunk majd kapni jelképes ajándékként, fogadjuk szeretettel, és húsvéti lelkiségünknek legyen egy lenyomata a imakönyvünkben, vagy a táskánkban, vagy az asztalunkon, vagy olyan helyen, ahová meghitt pillanatokat tölteni is eljutunk. Köszönöm szépen mindenkinek, szavaimmal is ki is mondom áldott, szent, boldog húsvéti ünneplést kívánok mindenkinek, nagy szeretettel várunk mindenkit a templomi szertartásokban a húsvéti katolikus közösségnek az ünneplésére, a megváltás misztériumában való közös, egyetemes, személyes részesedésre, és azt kívánom, hogy ennek az esztendőnek a húsvétja legyen mindannyiunk számára erőforrás, töltekezés az előttünk álló feladatok, szolgálatok, megpróbáltatások és küzdelmek katolikus keresztény szempontú és lelkületű vállalására, megvalósítására. Köszönöm szépen, kérem, hogy álljunk föl egy közös imádságra. Tegnap volt a boldogságos Szűz Máriának, gyümölcsoltó boldogasszonynak az ünnepe, amikor is azt ünnepeljük, hogy a boldogságos Szűz Mária méhében Jézus Krisztus emberként megfogan a Szent Lélektől, és a katolikus egyházban ez a megváltásunk kezdete, az Isten fia emberré lesz, és rá 9 hónapra pontosan meg is születik erre a világra, a szűzanya méhében emberré levő Krisztus a megváltásnak a kezdete és kiinduló pontja. Az üdvözlégy Máriával, a szűzanyát, Jézus Krisztus édesanyját, egyházunk édesanyját, a kereszt, a megváltás egyetemes szimbóluma alatt álló fájdalmas anyát, és a föltámadt Krisztusnak az édesanyját, a mennyei édesanyánkat szólítjuk meg, és magunkat, mindannyiunkat, szeretteinket, távol lévő szeretteinket, elhunytjainkat is a szűzanya pártfogásába ajánlunk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké. Amen. Fogadják szeretettel az ajándékot és az agapét.